Újra küzdelmektől volt hangos az EGRI boxcsarnok, ugyanis Magyarország-Románia csapattalálkozónak, valamint az azt kísérő ökölvívó mérkőzéseknek adott otthon teger. Megpróbáljuk, hogy a másik országokban milyenek a boxolók, kipróbáljuk, hogy ők milyenek, boxolhatunk velük, összehaverkodhatunk velük, és így jó, ez így jó. A két országból több mint 40 ökölvívó érkezett. Ők két napon keresztül csillogtathatták meg tudásukat a ringben. Felmérjük magunkat, hogy a magyar mezőny mennyire van a külföldi mezőnytől, és akkor így tudunk tovább építkezni ebből. A szervezők elmondták, ez a magyar és a román versenyzők számára is egy jó felmérő. Kiderül, hogy nemzetközi szinten miben kell még fejlődniük. Azért döntöttünk a csapattalálkozó mellett, mert nem tudtunk elmenni Németországba versenyre, hogy serdülő válogatottal. Junioroknak szintén nem volt nemzetközi megméretetés utóbbi hónapokban, és azért egyre közeledik az Európa-bajnokság augusztus 10-től van Törökországban. Most olyan távolnak tűnik, de azért ez a három hónap nem egy egetrengető idő, úgyhogy közben van egy bornemű szemlékverseny és egyéb feladatok, tehát muszáj egy gyereket megméretni. Az idei box küzdelmek közül legközelebb a 71. bornemű Szegergei nemzetközi ökölvívó emlékversenynek ad otthon teger. Ezt június 7-e és 11-e között a Kemény Ferenc sportcsarnokban rendezik meg.